2016. február 11-től hatályba lépett két kormányrendelet az, amely szabályozza az új, illetve használt lakások. Hát újnál nyilván építés, illetve vásárlás, a használtnál pedig a vásárlás és a bővítésre vonatkozó kedvezményeket. A megváltozott jogszabályi környezet a lehető legszélesebb körben szeretné lehetővé tenni, hogy ezt az otthonteremtési kedvezményt, ezt a támogatást minél többen tudják, minél szélesebb körben igénybe venni. Így a támogatott ingatlanok, a támogatott személyek, illetve gyermekek tekintetében is jóval szélesebb körben, nagyobb mértékben lehet igénybe venni ezeket a támogatásokat. Az új lakásokra vonatkozóan jellemzően a családi otthonteremtési kedvezmény, röviden CSOK, ami igényelhető, ez a gyermekek számához igazodó mértékű, vissza nem térítendő állami támogatás. Akár építésről, akár új lakás vásárlásáról van szó. Emellett igénybe vehetik az adóvisszatérítési támogatást, amely az új lakások, illetve házak építésekor kiállított számlák adó tartalmára vonatkozik, egy esetben maximum 5 millió forintig, és a három gyermeket vállaló vagy nevelő szülők tudják azt a fajta támogatást igénybe venni, ahol a pénzintézettől felvett lakáscélú hitel kamat támogatását biztosítja az állam, ezt is maximum 10 millió forint összegig. A használt lakásra vonatkozóan pedig hát a gyermekek száma az igazodva kapják a támogatást az erre jogosultak. Hogyan alakul a kedvezmények összege? Azt feltétlenül tudni kell, hogy a gyermekek számához igazodik. Különbség van az új, illetve a használt lakáshoz igénybe vehető támogatási összegek tekintetében. A legkiugróbb és a legjellemzőbb példája annak, hogy ez egy valódi, igazi, komoly segítség a gyermeket vállaló vagy nevelőknek, az az, hogy az Európai Unióban is talán egyedülálló, bár nincsenek széleskörű így gyűjtött adataimról, de az Európai Unióban is egyedülállónak gondolom, hogy a három gyermeket vállaló, vagy annál többet vállaló, vagy gyermeket nevelő házaspárok, illetve ha már nevelik, akkor élettársak, vagy ha valaki egyedül neveli is a gyermekét, 10 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást kaphat új lakásra. Azt gondolom, ez nagyon jelentős támogatás. Milyen feltételekhez kötött az igénylés? Ha már a gyermekek megszülettek, tehát a saját háztartásában neveli vagy nevelik a gyermeküket az igénylők, akkor nyilván a gyermekek számához kötött ez a támogatás, ahogy már többször is elmondtam. A feltételek azok tulajdonképpen az igénybe vevőkre, illetve a gyermekekre is vonatkoznak, de vonatkozik a lakásra is. Az igénybe vevőkre feltétlenül tudni kell, hogy ha már gyermeket nevel, akkor életkori korlátozás nélkül. Ha gyermeket vállalnak, akkor a házastársak egyikének mi 40 év előtt kell, hogy legyen még életkorban. A gyermekek tekintetében akár a már megszületett, akár a megszületendő magzat vagy ikermagzat, hogyha a 24. hetét a várandóság már betöltötte és megszületett gyermeknek számít, illetve a vállalt gyermekek után lehet. A lakások, illetve a házak tekintetében pedig a gyermekek számához igazodóan 40, 50, 60, illetve hát a házaknál 60, 70, 80 vagy 90 négyzetméteres minimum a hasznos alapterületűnek kell lenni ahhoz, hogy ezt a támogatást igénybe lehessen rávenni. Végül hadd kérdezzem meg, hogyan történik ez a gyakorlatban? A gyakorlatban úgy történik, hogy magát a CSOK, illetve az egyéb támogatások iránti igényt pénzintézeteknél kell előterjeszteni a gyermeket nevelő vagy vállaló szülőknek. A pénzintézet fogja majd megvizsgálni a jogosultsági feltételek meglétét vagy azoknak a hiányát, és aztán ezt követően a pénzintézet fogja majd folyósítani jogosultság esetén a CSOK összegét az arra előírt módon. Olyan pénzintézetek tudják ezeket a támogatásokat nyújtani, amelyek szerződésben állnak a Magyar Államkincstárral. Én azt gondolom, hogy ahol lakáscélú hitelt lehet igényelni, ott talán szinte kivétel nélkül minden pénzintézet szerződött a Magyar Államkincstárral.